Műsorunk folytatásában Napjaink című közéleti magazinunk következik. Aktuális témáink közül elsőként dr. Hargitay János szolgál naprakész információkkal a parlament és a kormány munkája kapcsán. A napokban megkezdte a Magyarország gyűlés a 2021 évi ülésezési időszakát. Hargitay Jánossal, térségünk kormánypárti országgyűlési képviselőjével a várható irányokról, így többek között a pandémia és a gazdasági válság kezeléséről beszélgetünk. Ismerjük meg hát az Orbán kormány politikai stratégiáját. Azt világosan látni kell, hogy a járvány velünk fog maradni, nem tudjuk elűzni a holdra, ezért csak mi hozhatjuk magunkat olyan helyzetbe, hogy védettek legyünk a járvánnyal szemben. Erre a tömeges oltás adhat garanciát, reméljük, hogy ezt ad. A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy vakcinához jusson. Ugye nyilvánvalóan a gyártási kapacitása a világban véges, most mindenhol vakcinákat keresnek. Az Európai Unió a szokásainak megfelelően egy kicsit későn mozdult, nehezen jönnek az európai renden keresztül a vakcinák, ezért a kormány más irányból önállóan is elkezdett vakcinákat beszerezni. Én azt gondolom, hogy ez sikeres lesz. Ezek jó is használható vakcinák, ezek természetesen olyan vakcinákat, amit a magyar hatóság engedélyez, ha nem engedélyez, de szóba se jöhetnének. És ez teremti meg a tömeges oltás lehetőségét. Tehát ha vakcinához jutunk, és az emberekben van késztetés, hogy beoltsák magukat, már pedig ezeknek a száma egyre nagyobb, most már úgy 2,5 millió fölé, 2,5 millió körül van a regisztráltak száma. Ha ezeket az embereket viszonylag gyorsan le tudjuk oltani, akkor én abban reménykedem, és egyébként a kormány is, hogy azért a nyár kezdetére már érdemi lazításokat élhet meg az ország, úgyhogy ezzel nem kockáztatjuk az egészségünket. Most viszonylag féken van tartva a járvány, nem nőnek az esetszámok, vagy nem durván nőnek az esetszámok, ha ez még csökkenthető is, és már rendelkezésünkre áll a vakcina, tehát elindult a tömeges oltás, akkor esetleg már március elején valami fajta könnyítés jöhet, és aztán áprilistól meg még egy. Ugye meg kell tudnunk az emberek véleményét is. Nem azért, mert a laikus embereknek kell eldönteniük, hogy mi történjen, mert ez azt gondolom, hogy az orvosok meg az operatív törzsben lévő orvosok dolga. De bármit döntsen az operatív törzs, és mögötte a kormány, ha azt az emberek nem fogadják el, vagy csak nyögvenyelősen teljesítik, akkor az nem tud sikeres lenni. Tehát kell egyszerűen egyetértési pontokat találnunk, és ez a nemzeti konzultáció, ami most elindul, igaz, hogy most csak az interneten, online formában néhány kérdésre, fontos kérdésre az emberek választathatnak. Az ő gondolkodásuk is bejön, az operatív törzs gondolkodása. Ezek mind olyan technikák, amivel el tudjuk érni azt, hogy közösen nőjön egymással szembe a bizalom, orvostársadalom és a laikus emberek között, és mondom, elindul az oltakozás tömeges méretekben, és ennek az eredménye az lesz, hogy féken tudjuk tartani a járványt, ez pedig azt hozza, hogy visszakapjuk a szabadságunkat, ami mindannyiunk érdeke. Az egyéni ember is akarja, és a kormány is akarja, hiszen ezt nem tudjuk megcsinálni, ennek beláthatatlan gazdasági következményei vannak. Az emberek lelkében van egy holdpont, amihez ha elérnek, akkor már nagyon türelmetlenek. Hát közeleg ez a holdpont különböző területeken, a vendéglátásra gondolok elsősorban, ahol nagyon nagy a baj. Hát a kormány is gyorsan lépett, hogy minél előbb a támogatásokat ki lehessen osztani. És hát most egy új programmal, egy 100 milliárdos kerettel, gyakorlatilag egy 10 milliós újrakezdési lehetőséget ad vállalkozásoknak, kisebb KFT-knek, gazdasági társaságoknak. Kellenek ezek a mentővek? Ugye ez, amit most szerkesztő úr szóba hoz, ez már a gazdaság újraindításának egyik eleme. Itt készítettem egy puskát is magamnak, mert itt mindegyik pont nagyon fontos, és engedje meg, hogy ezeket fel is soroljam. Vannak olyan kormányzati döntések, amik az emberek lakhatását segítik, és a lakhatás támogatásán keresztül ösztönzik gyakorlatilag a gazdaság valamelyik szektorát, és ezzel a gazdaság újraindítását. Ilyennek sorolom én a lakásépítési áfa 5%-ra történő csökkentését, ami nyilvánvalóan a lakáspiacot élénkíteni fogja. Azon kívül, ugye ez új lakások építésére igaz, egy másik ilyen felújítás esetén, lakásfelújítás esetén 3 millió forint támogatást is kaphatok akár a kormánytól, és még 3 millió forintot hitelt emellé. Aztán vannak a bérek körüli támogatások. Ez a Kurzarbeit. Ez a Kurzarbeit, gyakorlatilag igen, így ismertük, bértámogatás vállalkozói szektornak.
Az orvosok kiemelt bértámogatása, ugye, ami elindult, hála Istennek a házi orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek is bent vannak már ebben a körben. Ide sorolom én még bérrel összefüggő, ugye a 13. havi nyugdíjnak a visszaépítése, ugye az első havi, ebben az évben az első havi nyugdíjat már kapják a nyugdíjasok, és ide sorolom én a 25 évnél fiatalabbaknak a személyadó kedvezményét is. Tehát 25 év alatt ugye nem fizetnek majd ezek a fiatalok személyi jövedelemadót. És van egy harmadik kör, ez általában a hitelezéssel függ össze, vagy támogatásokkal függ össze, ez az, amit ön már szóba hozott, 10 millió forint erejéig a kis és középvállalkozások kaphatnak egy kamatmentes kölcsönt, ráadásul 3 évig nem kell megkezdeni ők a törlesztést, és ide sorolom azt a hitelmoratóriumot is, ami családokat és kisvállalkozásokat érint, hogyha meglévő hitelük van, akkor átmeneti ideig ezeket a hiteleket nem kell törleszteniük. Ez az a 8 pont, ami a mi szándékaink szerint a gazdaság újraindítását célozza meg. Hogy egy számadatot mondjak, mert most már látjuk ezeket a számokat, a tavalyi évben a magyar gazdaság 5,1% mínuszban volt. Az utolsó Covid előtti, hát még jó évünkben, majdnem 5% növekedés volt. Most 5% mínusz. Ezzel is még az Európai Unió átlaga fölött vagyunk, mert az Európai Unió átlaga az vagy 6,4%-kal csökken. De mi azt szeretnénk ezekkel az újraindítási, a gazdaság újraindítási ösztönzőkkel elérni, hogy ebben az évben, év végén már megint örömteli számokról beszélhessünk, és azt lássuk, hogy a magyar gazdaság, ha nem is azonnal tud visszakapaszkodni oda, ahol a válság előtt volt, de egy érdemi növekedést tudnak ösztönözni ezek a pontok. Persze emellett a térség is fejlődik, mert sorra indulnak be a nagy beruházások, így az autópálya meghosszabbítása is a következő hetek, hónapok nagy munkálatai közé sorolható, és hát megkezdődik hamarosan a híddal kapcsolatos tervezési stádium, és itt is elég komoly előrehaladás van, több szakmai egyeztetés is történt. Hát kezdem az autópályával, ez nekem személyes ügyem is volt. Majd 2 évtizedes küzdelem van az egész mögött, hogy ez végre egyszer megtörténjen, ami itt most már zajlik. Ugye Nagynyárád mellett a Bojkeleti csomópont már épül. Emlékszem, vagy 20 évvel ezelőtt a nyomvonal vitáinkra, ki merre akart autópályát építeni. Ezek mindig nehéz küzdelmek voltak. És azt is bevallom itt a nyilvánosság előtt, hogy az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy a kormány elindítja ezt az autópálya fejlesztést. Szó szerint az utolsó pillanatig, hála Istennek, sikerült elérni, hogy ezen túlbillentünk. A kormány megítélte erre azt a 94 milliárdot, amibe ez körülbelül kerülni fog. Ez egy komoly összeg. Hát ez egy nagyon komoly összeg, ez egy nagyon kömehez fogható beruházás, nem mostanában volt Baranyában. És én azt remélem, hogy az elkövetkezendő fél évtizedben, amit én úgy hívok, hogy na ez Mohács térségének aranykora lesz, még más hasonléptékű beruházásunk is lesz, de ez kétségtelen az egyik nagyon fontos beruházás. Azt szoktam mondani, hogy Mohács 500 egyik legfontosabb infrastruktúrális beruházása is ilyen szempontból az első pályára van állítva, elindult, végét is látni fogjuk. És a Dunahíd, amit ön szóba hozott, ugye ez már a tervezés stádiumában van. Itt olyan gőzerővel terveznek már a tervezők, hogy bizonyos kérdésekre most kell választ adnunk, mert a tervező így is tud tervezni, meg ellenkező irányba is tud tervezni. Tehát én azt látom, hogy a szigeti oldalon, tehát a túlsó hídfő és Csátaljáig, ami ennek a projektnek része, kétszer kétsávos autó tervezése, beleértve a Dunahíd kétszer kétsávosságát, ebben nincsen vita. A Dunahíd kétszer kétsávos volt, az azért egy izgalmas kérdés, nem így indult a tervezés, hanem csak kétszer egy sávval, de el tudtuk érni, hogy ez kétszer kétsávos legyen. Ez azt jelenti, hogy Dunaújváros alatt ehhez fogható hídja nincs az országnak. Tehát ez komolyabb lesz ez a híd, így, mint a Szekszárdim, az csak kétszer egy sávos, a most már épülő Paks is csak kétszer egy sávos, hát a bajait ugye ismerjük a régmúltból, és a Dunaföldvári is kicsi. Tehát Dunaújváros alatt a komoly híd az a Mohácsi híd lesz, és ezzel tudjuk elérni, hogy a kelet-nyugati közlekedési folyosó, ugye, ami Szeged-Pécs összekötését jelenti, az ne legyen vita kérdése, hogy hol kell átmennie. Nyilvánvalóan a komoly hídon kell átmennie. Persze én azt el tudom képzelni, és képviselem is, hogy ennek a folyosónak lehet egy másik ága,
és az a Szekszárdi híd, Szekszárd és Kaposvár összeköttetése. Azt én nagyon jó szívvel képviselem, már csak azért is, mert a választókörzetem északi része, Mákocs térsége, ebbe jócskán érintett. Ha ez a Kaposvár-Szekszárd útvonal van, akinek kell, az elsősorban Dombóvár is, Mákocs, és kevésbé Szekszárd, és kevésbé Kaposvár. Azért hozom szóba, mert nemrég képviselőtársaink szövetkeztek egy kicsit ellenünkbe, amit én észszerűtlennek tartok, nem a Mohácsi híd vagy a mohácsi törekvések ellenébe kell ilyen programokat megfogalmazni, hanem a mohácsi törekvések kiegészítéseként, és akkor bennem is találnak egy szövetségest. Ezek a viharok kezdenek köztünk elcsendesedni. Nekem meggyőződésem, hogy csak ez a racionális, amit mi képviselünk, hogy Szeged-Pécs összeköttetése Mohácsi hídon, ugyanis ez jelenti Pécs bekötését ebbe a kelet-nyugati rendszerbe. Tehát nem csak egyszerűen Mohácsról van itt szó, hanem sokkal inkább a nagyon nagyváros bekötéséről van szó. A nagyvárost, Pécset nem lehet kikerülni egy ilyen kelet-nyugati közlekedési tengelyből, vagy ha ezt tennénk, akkor ostobán járnánk el. Na most, ami vitát ver a híd tervezése során, és 2-3 hét belül erre valami fajta választ kell adnunk a Nemzeti Infrastruktúra ZRT-nek, aki tervezte, meg nyilvánvalóan magának a tervezőnek, hogy az itteni hídláb, tehát a város felüli hídláb és az autópálya kanyar között egy milyen összeköttetést akarunk biztosítani, amiben a korábbi gondolkodás volt, az az 57-es útnak a kétszer kétsávos sátétele, tehát láncsok mellett menne a híd, ahogy, az út, ahogy most is megy, csak ebből kétszer kétsávos út lenne. De felvetődik egy ennél sokkal komolyabb vonalvezetés is, az azt jelenteni, hogy a busós körforgalomban Mohácson már ott érné el a mohácsi, az autópálya ráhajtani akaró az autópályát, tehát odáig gyakorlatilag jönne egy autópálya szakasz. Ez viszont egész más vonalvezetést kívánna a híd lábáig, mint a jelenleg tervezett nyomvonal. Tehát elképzelhető egy olyan megoldás, hogy szintbeli kereszteződések ne is legyenek. Nem tudom, hogy mi az ideális megoldás. Most egy jó hét, amikor találkoztunk a Nemzeti Infrastruktúra ZRT vezetőjével, az illetékes minisztérium főosztályvezetőjével és a tervező képviselőjével, akkor ezekre a kérdésekre azonnal nem tudtunk mindenre választ adni, ezért abban maradtunk, hogy egy 2-3 héten belül Mohácson újra találkozunk. A tervező készít nekünk egy anyagot, amiben bemutatja minden megoldásnak az előnyét és a hátrányát, és akkor tudunk erről döntést hozni, vagy tud elsősorban a Mohács város polgármestere döntést hozni, hisz az ő területét ez jócskán érinteni. Tehát a híd kapcsán gőzerővel megy a tervezés, ez még tart persze körülbelül egy évig, de ezeket az izgalmas kérdéseket most kell rögzítenünk, ahhoz, hogy a tervezők megcsinálják a végleges tervüket. Az én gondolkodásomban az a kulcskérdés, megkérdőjelezhetetlen legyen, hogy a Szeged-Pécs összeköttése az a Mohácsi hídon keresztül történik, és másfelé nem racionális, más nem támogatunk, legfeljebb ennek egyfajta kiegészítő mozgásaként, amit szóba hoztam a Szeged-Kaposvár összeköttetése kapcsán. Faller János, dunaszekcsői polgármester fogad minket magazin műsorunk folytatásában. Tartsanak velünk a Dunaparti községbe, mégpedig Dunaszekcsőre. Rendezett a dunaszekcsőiek büdzséje, tudatosan fejlesztenek és költik a befolyó bevételeket, ugyanakkor mindig akad megtakarításuk is. Éves szinten mintegy 400 millió forinttal gazdálkodnak. S hogy mindenre fussa, ezért sokat tesz Faller János polgármester, és persze a képviselőtestület is, hisz így együtt döntenek minden kardinális kérdésben. A falu közszolgáltatói és gazdálkodói rendszere tehát kiegyensúlyozott. Az idei év eléggé mozgó év, mozgó pénzeknek az éve, én úgyis apostrofáltam a többiekkel szembe, de hogyha a tavalyi évet nézzük, akkor én azt tudom mondani, hogy a mi költségvetésünknek a 25%-a az tartalék volt, tehát tartalékpénzeknek az összeépítéséből, és a fennmaradó költségvetési arányból pedig azt kell, hogy mondjam, hogy 20% az, ami a saját bevételünk, és a 80% annak pedig az állami normatíva. Tehát, hogyha most konkrétan beszéljünk, egy 300 milliós költségvetési főösszegbe
250-260 millió szokott lenni az állami normatív, attól függ, hogy az elszámolásokból kifolyólag most még kapunk plusz pénzeket, vagy vissza kell fizetni pénzt, és akkor egy 50 millió az az önkormányzatnak a saját bevétele különböző adókból, egyéb díjakból, amiket egy 300 milliós költségvetéshez el tud használni. Az elmúlt időszakban jöttek a változtatások, a pandémiára való tekintettel a kormány megvonásokat eszközölt, így többek között a gépjárműadó vonatkozásában ez volt az első ütem. Itt már korábban is vont el bizonyos százalékot, a maradék összegre vonatkozott a mostani döntés. Mi a vélemény erről a pénzről? Ezt az adót ezt tisztába kell tenni, ezt tisztán kell látni az embereknek, ugyanis ez egy központosított, átengedett adó. Ezt az állam háztartás az elmúlt években látva az önkormányzatoknak az alulfinanszírozását, mert ugye a saját bevételük nem mindegyiknek van, és nem mindegyik önkormányzat van olyan helyzetben, hogy komoly iparterülete van neki, sok vállalkozója van neki, sok kismaszekje van neki, akik iparűzési adóból azért elég szép pénzekkel járulnak hozzá az önkormányzati költségvetésekhez, és ez pótlandó a központi költségvetés korábban ezt az átengedett adót, központi átengedett adót az önkormányzatoknak a rendelkezésére bocsátotta forrás oldalról. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt 8 évben, kezünket szívünkre téve, azért az embereknek az anyagi helyzete lényegesen megváltozott, ezt szerintem tapasztalhatja mindenki, és ennek az első tapasztalata az volt például nálunk, hogy megnövekedett a súlyadónknak a bevétele. Nyilván miután az emberek kilábadtak a hitel visszafizetésekből, a különböző megszorítások következményeiből, az első az volt, hogy valamilyen úton, módon a mobilitásukat fejlesztették, és egy gép, még azok is, akik eddig nem rendelkeztek vele, hogyha egy kisebb kategóriás, vagy egy olcsóbb, idősebb gépjárművet, de akkor is vásároltak. Ami meg abból a szempontból is muszáj volt nekik, mert az autópálya megépítésével a településünkön egyébként sűrűn átjáró távolsági autóbuszjáratok, azok egy kissé megcsappantak. Tehát azért, hogyha belegondolok, hogy a Pécs-Szegedi vonalon közlekedő buszok azok azért 5-6-szor érintették egyik irányba és a másik irányba is a települést. Tehát 12 alkalma volt csak ennek a két város közötti járatoknak a közlekedését igénybe venni az embereknek. Ez most leszűkült. Egyrészt ugye menetidő miatt, és mert a sofőröknek meg van határozva, hogy hány órát vezethetnek. Másrészt ugye ezeknek a járatoknak az ömebb áteszéknél felmegy a pályára, és Bújna lejön, úgy tudom, és ott egyszer megáll, és utána a pályán tovább közlekedik Pécs irányába. Na most, hogyha veszük azt, hogy a településünkön nincs olyan nagy mennyiségű vállalkozás, és a dolgozói állománynak, akik aktív munkát végeznek, azoknak az én szerint számításom szerint a 40% a vidéken dolgozik, tehát közlekednie kell, el kell jutni neki a munkahelyére, akkor ebből kifolyólag muszáj volt neki gépjárműt vásárolni. Hogyha belegondolunk, hogy az ipartelepítéseket az elmúlt időszakban a környező nagyvárosoknak az ipari parkjaira próbálták bevezényelni, hogy egy rakáson legyenek ezek az ipari tevékenységek, nyilván gazdaság szempontjából is jobb, oda is el kell jutni. Az az ember, aki munkát akar vállalni, és nyilván őnek is az a célja, hogy a munkáért minél több bért és fizetést kapjon. Nyilván nem biztos, hogy Dunaszekcsön fog maradni, nem biztos, hogy Mohácson fog maradni, mert lehet, hogy kap egy jobb lehetőséget, és mondjuk Szekszárdra kell neki elmenni. Szekszárd egy másik megyei jogú város, afelé ritkább a közlekedésünk, ugye csak a Mohács-Budapesti, Harkány-Budapesti járatok állnak meg Szekszárdon és jönnek Dunaszekcsőre. Muszáj neki autóba ülnie és elmenni, ellátni a feladatát, hogyha a családját el akarja látni, és a gyerekeit tisztességesen nevelni kívánja. Tehát kellemes bevételt biztosított ez az önkormányzatnak, amiben változás történt. Így van, ebben egy változás történt. Miután átengedett adó, ugye a kormányzat tavaly ennek az adónak az 50%-át visszakérte az önkormányzatoktól, ebbe az évben pedig a 100%-át. Én bízom azért abban, hogy ez 22-ben ismét az önkormányzatoknak a rendelkezésére fog állni. Ez nekünk nagyság szerint egy ilyen 6 milliós összeg, ami úgymond forrás biztosított különböző fejlesztésekre akár. A másik nagy változás itt az iparűzési adó tekintetében először megijedhetett mindenki, hiszen olybá tűnt, hogy az 1% az elvonásra kerül az önkormányzatoktól.
holott első körben gyakorlatilag kedvezményt kaptak a vállalkozások, és úgy néz ki, hogy a kis települések, a 25 ezer alatti települések esetében teljes kompenzációra számíthatnak a büdzsék, a költségvetések. Van-e erre vonatkozóan már jogszabályi rendelkezés? Mit tudnak Dunaszekcsön ezekről a forrásokról? Nézzük ezt az egész történetet úgy önmagában, hogy a kormányzat azt mondta, hogy a bizonyos árbevétel alatti vállalkozásoknak, az iparőzési adójuknak az 1%-át nem kell befizetniük. Ez a pénz, ez ott marad a vállalkozásoknál. Hogyha ez 100, 200, 300, 400 ezer forintot jelent egy vállalkozásnak, nyilván aki mint én 100 ezer forintot fizetett be eddig, és azután csak 50 ezer forintot fizet be, az 50 ezer forint nyilván annak a vállalkozásnak is jót fog tenni, jó fog neki jönni, akár egy kéziszerszámot tud venni belőle. Nem egy olyan nagy összeg ebben az esetben az 50 ezer forint, de hogyha az a vállalkozó valóban azt mondja, hogy én most akkor fejlődni szeretnék, és továbbra is akarok dolgozni a szakmámba, akkor én azt gondolom, hogy a vállalkozásoknak az öme ezt az iparvizési adó be nem fizetési összeget, amit ugye be kéne fizetni, ezt visszaforgatja a vállalkozásába. Hát egy, adott a kormányzat egy lehetőséget a vállalkozásoknak a fejlesztésére. Hát kettő, nyilván azok az önkormányzatok, akiktől itt most forrás kiesés következett be, azok azért eléggé, nem azt mondom, hogy nehéz helyzetbe kerültek, de nyilván egy bizonyos összeggel nem tudnak számolni. Most ugye egy kis település vagyunk, nekünk az iparűzési adóbevételünk 40 millió forint körül mozgott, tehát nekünk egy 20 millió forinttal most a költségvetés jelenlegi állapotában nem tudtunk számolni. De mint ahogy említetted, valóban erre született döntés, hogy ezeket az összegeket 25 ezer fő alatt a kormányzat visszapótolja. Két lépésben fog ez a visszapótlás megtörténni. Idén júniusban jön az első részlete neki, a következő részlete pedig a szeptember-októberi hónapokban. Na most azok az önkormányzatok, akiktől mondjuk ez olyan szinten érintett, hogy nekik ez a 50%, ami nem kerül hozzájuk direktbe a vállalkozásoktól, akkor azok tudnak most úgy számolni, hogy a forrásaikat egyszer biztosítják az első támogatásnak a megérkezéséig. Megérkezik a támogatás, nyilván át kell nézniük majd a költségvetésüket. Tehát most azokról beszélek, akik nullás helyzetben vannak, hogy akkor hogyan tovább, és amikor megérkezik a másik összeg, akkor ismét át kell nekik nézni szerintem a költségvetésüket, hogy tudják ezeket a forrásokat úgy elosztani, illetve azokhoz a feladathoz csoportosítani, amire korábban. Na most akinek nincs ebben problémája, és mondjuk ezeket a forrásokat fejlesztésbe kívánta fordítani, annak most van egy kis ideje júniusig, hogy előkészítse ezeket a fejlesztéseket, van ideje megkötni a vállalkozóval a szerződést, amikor megérkezik az első összeg, akkor látja, hogy milyen a következő összegbe, a vállalkozóval tud úgy fizetési megállapodást kötni, hogy az első összeget most fizetem, a következő összeget most fizetem, tehát én azt gondolom, hogy lehet ebben a formában tervezni. Akinek pedig tartaléka volt, az meg nyilván azt mondja, hogy most akkor ezt az összeget a tartalékból csoportosítom át, és amikor ezek az összegek lehívásra kerülnek, akkor tartalékalapot ismét fel lehet tölteni vele. Amikor utoljára beszélgettünk, akkor megkérdeztem a beszélgetést még, hogy mit kívánok magamnak a következő évre, akkor nem tudom mennyire emlékszel, azt mondtam, hogy nyugodtan akarok ebben az évben egy kicsit dolgozni, és mi azt az évet úgy terveztük, illetve jó magam pláne, hogy ebben az évben az eddig elmaradt munkáinkat szeretnénk most befejezni. Az óvodai fejlesztésünkről egy szép 400 négyzetméteres udvart építettünk, egy kis parkolóval, egy korábbi ingatlan vásárlásból. Ott a 110 négyzetméteres játékszigetnek az ütéscsillapító része az elmaradt. Na most ebből a szempontból nem vagyok kétségbe esve, mert télen oda úgyse lehetett kivinni a gyerekeket, tehát ez lesz az első, amivel kezdenünk el, hogy ezt megépítsük. A központi játszóterünknél szintén van két olyan játékeszköz, aminek az ütéscsillapítása nem felett meg a normának. Ez lesz a következő, amivel folytatni fogjuk. Elmaradt két, illetve három olyan vízelvezetési probléma, amit már a tavalyi évben érzékeltünk, sőt, amit említettem, a decemberi időjárás egy kicsit még rátette erre egy lapáttal. Tehát két vízelvezető árkot kell rendbe pofozni, hogy az tovább ne okozzon nagyobb károkat. A Szőlő utcának a vízelvezetéséről van szó, Móricz Zsigmond utcai vízelvezető ároknak a felújításáról van szó, és a Felső Dunasoron van egy
cirka 60 négyzetméterünk, amit újra kell betonozni, és lépcsőt, járdát, vízelvezetést kompletten kell kezelni. Tehát én úgy tervezem, hogy körülbelül olyan április közepére, május végére talán el tudunk készülni, hát attól függ, hogy tudunk most neki kezdeni az évnek. És hát természetesen minden egyes önkormányzatot kötelezően feladatként elláttatják a közterületeknek a rendbetartásával. Tehát a fűnyírás az sajnos az idén is egy komoly feladat lesz részünkre, úgyhogy ezek az elmaradt dolgaink. Nyilván ezeknek a forrásait, ezeket beállítottuk a költségvetésbe. Egyetlen egy nagyobb felújításunk van, művelődési házat több projektből tudtuk csak felújítani és szépíteni. Azzal most az utolsó, azt tavaly fejeztük be Lédert, oda most a német önkormányzat pályázik a zeneteremnek a felújítására, azt szeretnék ők rendbe rakni. Közben megjelent egy magyar falus program is, egy 25 milliós támogatással, nyilván azt el kell készíteni a pályázatot, be kell nyújtani a pályázatot, meg kell nyerni a pályázatot, abban már csak akkor lehet számolni. De saját forrásból, hogy az ingatlant megvédjük, a tetőhéjazat cserét és a bádogos munkákat, azokat mindenféleképpen elvégezzük, erre 10 millió forintos nagyságrendű összeget szánunk. Itt már megérkeztek az árajánlatok, mind a munkadíjról, mind az anyagszükségletről, úgyhogy ha nem jön közben valami rendkívüli, akkor én azt gondolom, az a 10 millió forint az rendelkezésünkre fog állni. Azért csak egy régi épületnek a felújításáról beszélünk, ahol majd akkor fognak kiderülni a turpiságok, amikor meg van bontva a régi tetőszerkezet. Hogyha nem jön közbe semmi, ez a 10 milliós nagyságrendű beruházási forrás, ez elég lesz ennek az épületnek a rendezésére. Az elmondottak tükrében azt hiszem, hogy van lendület a településben. Kívánjuk, hogy valamennyi fejlesztésüket és hát később majd a rendezvényeket is meg tudják tartani, elkészüljenek mindezek. Sok sikert kívánok Dunaszekcsőnek. Én köszönöm szépen, és én a többi önkormányzati kollégának, polgármesternek hasonló jót kívánok, hogy tudják egy kicsit megmozgatni a településeiket, mert az emberek egy kicsit most nagyon bezárkóztak és magukba fordultak, és én azt gondolom, hogy ha most nem tudunk egyfajta lendületet vinni nekik, egyfajta közösséget kiépíteni, vagy újra mozgatni, akkor az a későbbiekben mindenkire negatív hatással lesz. Tehát én azt gondolom, hogy egy komoly szép feladat áll most előttünk. Egyensúly, harmónia és megfontoltság. Mindent egybevéve ez a sikerek receptje Dunaszekcsőn. Faller János polgármester pedig 16. éve mondja meg, hogy merre van az előre. A Schneider testvérek visszatérnek Bolyba, pontosan a Kiskastély vendéglő üzemeltetői lesznek. A pécsi Krédli vendéglőben szólaltatjuk meg a leendő bolyi bérlőt és vendéglátóst, Schneider Gábort. Schneider családot, így Schneider Gábort is szinte mindenki ismeri Bolyban és a térségben. Gábor 21 évig dolgozott az Új Dunántúli Naplónál, annak szerkesztője volt, főszerkesztő helyettese. Az élet úgy hozta, hogy váltott egyet, és hát a gasztronómia területén próbált szerencsét. Itt vagyunk a Krédli étteremben Pécsen, amely meg annyi étteremhez hasonlóan és vendéglőhöz hasonlóan most zárva van a pandémia miatt. Ellenben született egy nagy ötlet, és lehet, hogy egy újabb váltás fog következni. Schneider Gáborral beszélgetek. Szervusz, Gábor! Szia! Dunántúli Napló, nagyon jól ment minden, mindenki ismert, szeretted. Mi történt, hogy váltottál akkor? A konyha iránti érdeklődésem az úgy az ott eltöltött évek alatt alakult ki, vagy erősödött meg. Elkezdtem csinálni már több mint 10 éve a blogomat, az a Pekes Kifli blog, ahol a svábkonyhával kapcsolatos dolgokat gyűjtöttem össze. A receptektől, a rendezvényekig, fesztiválok, kis interjúk. Tehát, hogy az újságírói munkát hasznosítottam ebbe az irányba is, a gasztró irányban is. És eljött az idő, meg volt egy lehetőség, hogy elvégeztem munka mellett 2 év alatt a szakács iskolát itt Pécsen, egy ilyen levelező, vagy nem is levelező, egy esti tagozaton. És amikor már megvolt a kezemben a papír, akkor úgy alakult a helyzet, hogy úgy éreztem, hogy megérett
a váltásnak az ideje eljött. Tudtam, hogy nehéz évek elé nézek, de hogy belevágok. Ez egy olyan modell volt, vagy olyan modellként működött, hogy abszolút a családi vállalkozás minden feltételének megfelel. Tehát a konyha az én feladatom, ami a vendégteret illeti és a vendégekkel való foglalkozást, az pedig a párom feladata, a Dóráé. És így ketten vittük, és azt kell mondjam, hogy gazdaságilag és hát üzletpolitikai minden szempontból egy jó fél évünk volt. Az első fél év az nagyon jó volt. Jól indult. Bár most nincsenek itt vendégek, de hát ha itt az ember körbenézés, egy beleszagul a levegőbe, hát nagyon jó kis hangulata van ennek a kis vendégek. Igen, mi erre építettük fel az egészet, hogy egy jó étlap is sokat számít, de még többet ad szerintem a vendégeknek, hogyha egy kellemes hangulat a helyen tudnak leülni, ha érzik azt, hogy velük foglalkoznak, hogyha az egésznek olyan a feelinge, hogy megérinti őket, és vissza akarnak jönni. Viszonylag szűk étlappal dolgozunk, de annak a jelentős része svábétel, még pedig olyan svábétel, amit én vagy közvetlenül a családból szedtem a receptet, gyűjtöttem, vagy pedig Bój környékéről. Tehát ezek tényleg regionális ételek. És ki van a próbálva, ugye? Tehát abszolút. Tudtad, hogy mit akarsz odaadni a vendégeknek. Igen, természetesen. Kicsit egy-két dolgot bisztrósítani kellett nyilván, tehát nem mindig lehetett ugyanazt az asztalra tenni itt, mondjuk amit egy hétvégén Bójban a nagymama az asztalra tett, de igyekeztem mindig arra, hogy a legjobban hasonlítson rá. Tudomásom szerint ennyire így a sváb konyhára fókuszáló étterem a környéken nincs. Nem igazán, persze vannak olyan éttermek, ahol étlapon vagy kínálatban tartják a sváb ételeket is, a sváb vonalat, de ami kifejezetten már a névválasztásban, már a berendezésben, tehát az egész az étteremnek az egész koncepciójában, hogy a sváb és a hagyományos, hogy is mondjam, paraszti konyhára fókuszál, mert ez tulajdonképpen eredendően az, olyan nem igazán volt. Persze, én is igyekeztem minél több tapasztalatot szerezni. Manapság azért elég könnyen bele tud az ember nézni messze lévő konyhákba is, mondjuk egy Facebook profilon keresztül, hogy ott mi zajlik, milyen ételek vannak, akár egy-egy receptet is. De nekem sokkal többet jelentett az az időszak, amit még a blogírás közben, úgy mondja, a terepmunkával töltöttem. Tehát Bój idős otthonba többször visszajártam az ott élőkkel, beszélgetni, recepteket gyűjteni, jegyzetelgetni, vagy Liptót, vagy Szederkény, vagy Bójban, ahol elmondták, ahol a tűzhely mellett lehetett információhoz jutni arról, hogy na hogyan kéne ezt megcsinálni. És nekem igazság szerint én azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok adták a legtöbbet. A Kiskastély a számomra egy nagyon régóta ismert épület. Ugye én általános iskolás koromban minden nap ott mentem el előtte oda-vissza, amikor mentem a menzára az iskolából meg vissza. Én ennek az épületnek az elmúlt évtizedekben, úgy mondjam, a történetét vagy történelmét ismerem. Láttam akkor, amikor itallerakat volt, vagy azt hiszem még talán bálásruhákat is árultak ott abban az állapotában. És nagyon megörültem, amikor értesültem arról, hogy évekkel ezelőtt az önkormányzat ezt felújítja. És a régi szépségét visszakaphatja. Nem mondom, hogy nem fordult meg akkor a fejemben. Ezt most egy barátom emlékeztetett rá, hogy te már akkor beszéltél arról, hogy milyen jó lenne itt egy éttermet csinálna valaki. Tehát a csírája van. Igen, ez valóban megvolt, de amikor az első pályázati kör lezajlott, akkor én nekem még egyrészt nem volt meg a szakácsvizsgám, akkor még, bár kikértem a pályázati anyagot és belenéztem, nem éreztem akkor én késznek magam erre a feladatra. Nem voltál elég bátor, ugye? Nem voltam bátor, és azt gondoltam, hogy én még nem vagyok, nem tartok ott, hogy ezt a feladatot, ezt bemerjem vállalni. Azért a Krélin nagyon sokat adott nekem ilyen szempontból, hogy a bátorságom legyen ahhoz, hogy megcsináljam. Azért itt is volt, hogy napi mondjuk 40-50 vendéget à la carte-ban kiszolgáltunk, úgyhogy mondjuk egyedül csináltam mindent a konyhán,
és ezek az élmények azért adtak némi erőt ahhoz, hogy most, hogy újból gazdanék nélkül lévő vált a kiskastély, és az önkormányzat megpályáztatta az üzemeltetést. Most egy percig se gondolkodtunk már azon. Az öcsémmel, a Balázs, a Szajki Bisztróba kezdte a vendéglátópályáját, és elég sok varga betűvel végül is ide visszatér bolyban. Igen, ő gyakorlatilag a teljes felnőtt életét a vendéglátásban töltötte. Külföldön is dolgozott, szállodát vezetett, Pesten is több jó nevű étteremben volt étteremvezető, és az Etyeki az most tényleg egy nagyon komoly hely, komoly feladata, de amikor felmerült ez a lehetőség, az első az volt, hogy mi ketten leültünk, és el kellett dönteni azt, hogy akarjuk-e, és ha akarjuk, akkor viszont teljes erőbedobással, mindkettőnknek vállalni kell azt, hogy a kiskastélyra pontosítunk, és ez azzal jár, hogy a Balázs is visszaköltözik bolyba. Sok minden megváltozik az elkövetkező években a vendéglátásban, úgyhogy hogy itt mindenki most majd így a sötétbe tapogatózik, hogy merre felé érdemes, hol érdemes beruházni, mit érdemes egyáltalán elkezdeni. Úgyhogy abszolút figyelembe kell venni ezeket a dolgokat, még azt sem tudjuk, hogy mikor nyithatunk meg. Az óvatosság és a fokozatosság, ez a két dolog, ami majd jellemzi a nyitást. Tehát biztos, hogy kezdetben talán egy szűkebb profilla, most értsük ez alatt a szolgáltatásoknak a spektrumát, mondjuk egy szűkebb étlappal, vagy akár szűkebb nyitvatartási időben, egy kisebb stábbal kezdünk, és fokozatosan bővülünk, úgy, ahogy majd a vírushelyzet engedi, illetve ahogy látjuk, hogy az igények milyen irányba erősödnek. A sváb konyha mindenképpen fontos lesz a kiskastélyban is, de a kiskastély az nem egy sváb vendéglőként nyílik majd meg. Szüleink, nagyszüleink és így tovább védszüleink bújjak, tehát nem csak a mikorosztályunkat, hanem a nálunk idősebb generációkat is ismerjük, és ez viszonos, minket is ismernek bolyban. Én azt gondolom, hogy ez egy alapvető bizalom, amit nem szeretnénk eljátszani, és amivel viszont élni szeretnénk, hogy mi is meg jobban talán meg tudjuk szólítani a bolyakat, és ők is megszólítanak minket, ahogy ez egyébként már most érezhető, hogy azért sokkal többet vagyunk bolyban, a munkálatok miatt. A bicikli tekerés közben ugye odaintenek, hogy na mi újságában, szia, pár szót váltunk. Tehát, hogy ez a fajta helyiség, ez számunkra egy jó érzés, és de egy helyzeti előny is, amit reméljük, hogy tudunk majd használni. Maga az épület, ugye azt arról beszéltünk már, hogy nagyon szépen fel van újítva. A vendéglő része az belső építészetileg is, hogy is mondjam, kifogástalan, nagyon, nagyon szépen meg van csinálva. Nem tervezünk ott különösebb változásokat. Ellenben a hátsó rész, ami ugye korábban kávézó sörözőként üzemelt, úgy láttuk, hogy ráfér a ráncfelvarrás, és nagyon szerencsés, hogy az önkormányzat is belátta ennek az igénynek a valóságát, és mellénk állt. Úgyhogy jelenleg is zajlanak a munkálatok ott az önkormányzat segítségével, a Bolyai önkormányzat segítségével. Tehát ott az ott belépők, ott azért egy fajta változást tapasztalhatnak majd. Dizájnban, szolgáltatásban is majd aztán, de most még ott tartunk egyenlőre, hogy kicsit átalakítjuk, felújítjuk azt az épületrészt. Azt szeretnénk, hogy egyébként a kiskastély, mint olyan, a magukénak érezzék a bolyak is, hogy nyitva legyen az a kapu, be lehessen jönni, és épp ezért úgy gondoltuk, hogy az éttermi, à la carte szolgáltatás mellett legyenek olyan elérhető dolgok, amik a mindennapi életben is és egy valós alternatívát adnak a bolyaknak, ha kávézni akarok. Ha meg akarok enni egy hamburgert, ha be akarok jönni, felcsapni a laptopot és napközben dolgozni, mert ha be akarom hozni az üzleti partneremet egy tárgyalásra, vagy ha az unokámmal akarok enni egy sütit és mellette kávézni, vagy ne adj Isten azt mondom, hogy hétvégén öregurasan
le akarok ülni a barátaimmal, egy meginni valamit és beszélgetni, hogy erre mind tudjunk kínálni lehetőséget. Épp ezért a hátsó részben a volt lóistáló, ahol megvannak ezek a boxok és a vörös márvány lóitatók gyönyörű szép állapotban a mai napig, az egy ilyen sörözős, pábos rész lesz, kicsit industriális berendezéssel, ipari lámpákkal, amit például az önkormányzat segítségével szereztünk meg, mert pont a lámpacsere zajlik az ipari parkban, és gyönyörű szép lámpákat kaptunk, amiket felújítva ott fogunk elhelyezni. Ez lesz a söröző rész. A másik rész, ahol ilyen rendezvényterem volt tulajdonképpen, de egy üres teremről van szó, ott pedig egy ilyen kávézót alakítunk ki, kicsivel finomabb bútorzattal, tényleg a hagyományos kávézó hangulatot visszaadva, a kávéhoz köthető dekorációs elemekkel, és ott pedig inkább ugye reméljük, hogy az a rész pedig szintén megtalálja maga közönségét. Egy más hangulattal, kicsivel már, egy sütizős kávézós. Arra maga azt mondom, hogy egy sörözős, burgerezős. Így elképzelem magam előtt vizuális alkat vagyok meg, amit mondtál. Ez több embert igényel, nem biztos, hogy a család ezzel nem tud birkózni. Igen, ez egy nagyobb stábot igényel. Úgyhogy már el is kezdtük a csapatépítést, és szeretnénk minél inkább itt is bevonni a helyieket, tehát keressük azokat a fiatal és kevésbé fiatal munkatársakat, akik nagy Isten mondjuk már meg is fordultak a Kiskastélyban, akár a Kunyán, akár a Placon, hogy elsősorban velük építsük fel ezt a tímet, mert ez nem két emberes. Tehát igen, hogyha azt hiszem, hogy minden egység üzemel egyszerre, nyilván az első körben ez nem így lesz, de hogyha fokozatosan sikerül megnyitni mindent, akkor itt azért itt lesz forgás, és lesz nyüzsi, reméljük. Az igényzet, hogy életed egyik legnagyobb kihívása lesz, ugye? Igen. Nagy a súlya? Van súlya, de ugyanakkor a feladat szépsége és a remény az, hogy ezt jól tudjuk csinálni, az visz előre nap, mint nap. Amikor dönteni kellett arról, hogy belevágjunk vagy sem, akkor az öcsém, a Balázs mondta, hogy ilyen lehetőség egyszer lesz az életben. Még egyszer nem kerülünk oda, hogy lehetővé váljon az, hogy ezt a kiskastélyt átvegyük és üzemeltessük. Ha most nem vágunk bele, akkor valószínűleg nem fog ez még egyszer így előjönni, más élethelyzet lesz már neki is, nekem is, egyáltalán. Úgyhogy abszolút érezzük a súlyát. Sok sikert kívánunk nektek, és valamennyiünknek pedig pandémia mentes időszakot, hiszen ez az alapja. Ez az alapja mindennek, és mi is várjuk már nagyon, hogy nyithassunk. Érdekes beszélgetésnek lehettem fültanulni az előző percekben, hiszen Szia Zsolt érkezett és Pécsi Sándor távozott a stúdióból. Hát közismerten Zsolti korábban futballozott és edzősködött is lent Babarcon, és hát csábítgatta vissza, hogy hát jó lenne egy jó edző, vagy egy jó góllövő Babarcon. Hát természetesen ez most, hogy nem aktuális még, ugye? Természetesen ez nem aktuális. Én el vagyok kötelezve úgymond itt a Bolyi utánpótlás, az egy nagyon fontos feladat, amit meg kell oldani. Elképzelhető, hogy még lesz erről szó, hogy esetleg visszatérjünk Babarcra, mint edző. Te nagyon jó érezted ott magadat. Én voltam kint annak idején, amikor volt ott bajnokság zárás, nagy örömködéssel, és hát jó volt látni ezt a kis közösséget, hogy mennyire együtt van ott lenne a csapat. Természetesen úgy gondolom, hogy nagyon jó éveket tudtunk eltölteni Bolyba. Egyrésztről, mert a légi csapattársakkal tudtunk együtt futballozni, még ugye ebbe az alacsonyabb osztályba, és egészen el tudtunk jutni bajnoki címig is. Megvannak még a fotók, meg a relikviák, ki vannak otthon? Természetesen. Hát nincsenek kirakva otthon, de minden egyes emlék azért úgy gondolom, hogy él és megvan. Természetesen ezek a díjakat el vannak rakva, és ezeket őrizgetem. De vannak újak is, mert hogy nem U17-es futszál bajnok lett a csapatod. Gyakorlatilag ez egy friss élmény, úgyhogy gratulálunk is hozzá. Nagyon szépen köszönjük. Hát igen, ez hétvégén
lett itt Bolyba rendezve az U17-es megyei döntő. A Kozár Misleny, a Szent Lőrinc és a Boly csapatai vettek részt. Egy győzelemmel ugye meg tudtuk verni a Kozár Mislenyt, és 3-3-as döntetlen tudtunk játszani a Szent Lőrinccel, és így elhódítottuk a megyei futszál bajnoki címet. Nem rossz azért van ez a kis csarnok itt Bolyba, ugye? Tehát azért a srácok már hozzászoktak ez a közekhez. Igen, ez egy nagyon nagy fegyvertény itt Bolyba, hogy azért minden nap tudunk edzéseket tartani, maximális a kihasználtsága a teremnek, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, és ez nagyon sok csapat megirigyelheti, hogy ennyit tudunk edzeni, illetve ilyen jó körülmények között tudunk edzeni. Maga a futszál, a terembe való futball, az mennyire egészíti ki a kinti felkészültséget, a nagypályás futballt? Alapokat lehet-e itt is tanulni, elsajátítani? Hát ami egy nagyon fontos dolog, hogy ugye nem állnak le a gyerekek, tehát folyamatosan dolgoznak, edzéseket tartunk, hétvégeken minden korosztálynak, két hetente bajnoki mérkőzések vannak, futszál mérkőzések vannak, és ez nagyon jó felkészülést ad ugye a kinti szezonra. Labdabiztosság, ugye ez az egyik legfontosabb. Technikai részben ugye nagyon tudnak fejlődni, úgy gondolom itt a gyerekek nagyon sokan, sokkal gyorsabb gondolkodást igényel, és ezt ugye majd kamatoztatják azért a kinti mérkőzéseken. Igen, azt mondják, hogy kicsibe megy a játék. És igen, akkor ezáltal gyorsabb, mert igen, rengeteg apró passz van, ami kint is kamatoztatható. Igen, igen, nagyon fontos az, hogy vannak azért a futszában speciális szabályok, amiket meg kell tanulni itt a gyerekeknek, mert kimondottan futszálbírók is jönnek, tehát ezeket követelik is a gyerekektől, hogy ezeket tisztában legyenek. Nagyon fontos még az is, hogy nagyon gyors a játék. Tehát ugye most tapasztaltuk például hétvégén is az U17-es futszában, azért NB3-as szintű csapatokkal játszottunk, ugye a Misleny is NB3-as utánpótlásban van, és a Szent Lőrinc is. Fizikálisan sokkal több ütközés van, ami esetleg megyébe itt nincs, és ezeket nagyon jól kezeltük, nagyon jó mérkőzéseket tudtunk játszani, és meglepően remek játékkal meg tudtuk nyerni ezeket a megyei mérkőzéseket, úgymond, és megyei bajnokok tudtunk lenni. Mi a jellemző kép, aki futszába jó, az kint is jó, vagy a kettő annyira elkülön egymástól, hogy van mondjuk specialista, aki teremben nagyon jó, és kint biztos, hogy nem üti meg mondjuk ugyanazt a szintet. Hát, mi a jellemző kép? Azt mondom, hogy inkább ami a kapu előtti szituációkat. Nagyon gyors gondolkodás kell, ugye, mert itt egész más labdával játszunk, nem olyan gyors a labda, két rétegű bőrrétege van ennek a labdának, nem pattan olyan nagyot a labda. Tehát aki úgy gondolom, hogy olvassa a játékot, azért a terembe azért nagyobb előnyt tud részesíteni a csapat javára. Most egy olyan időszakban beszélgetünk, ahol nagyon sok sportág leállt, nagyon hosszú időre, valahol már ugye elkezdődtek az edzések. Nálatok mi volt a helyzet, mit engedtek meg, összetudtatok-e jönni, tudott-e alapozni az utánpótlás csapatok sokasága? Hát nagy szerencse ugye, hogy tudtunk edzeni a csarnok miatt, és ami nagyon fontos volt, hogy egy olyan rendelet jött ki, hogy aki játékengedéllyel, illetve sportorvosi engedéllyel rendelkezik, azok a gyerekek tudtak terembe edzeni. Nálunk egyedül az ovis korosztályok nem tudtak, ott még nincsenek ezek a játékengedélyek, így van, de a többi korosztály az természetesen dolgozott. És csak azok jöhettek be a csarnokba is, akik ennek a megfeleltek ennek a sportorvosi, illetve a játékengedélyeknek. Volt-e emellett plusz protokoll, hiszen mondjuk ezt a játékengedélyt kiadták valamikor, ha valakinek panasza volt, hőemelkedése, mi egymás, akkor el volt-e tiltva az edzéstől? Természetesen voltak ilyen kis készülékek, amivel a hőt mi is megmértük, ugye ezt tudtuk csak mi úgymond előtérbe helyezni, illetve azok a gyerekek, akik iskolába sem mehettek el, voltak különítve, tehát azok természetesen nem vehettek részt az edzéseken. Mi helyzet a szülőkkel? Tudom, hogy az edzők nem nagyon szeretik, hogyha a szülők ott vannak a pálya szélén, kiváltképp, ha bele is szólnak az edzés menetébe, kicsit buzdítják, vagy éppen letorkolják a gyermeket. Gondolom, ebben az időszakban be sem mehettek. Nem, természetesen. Úgymond a bajnoki mérkőzéseken is teljes mértékben zárt kapusak voltak ezek a mérkőzések itt a futszálban, és az edzéseken se vehettek részt a szülők. Természetesen ugye a gyerekek bejöttek, leadták a kisebb gyerekeket is, nem jöhettek be, nem volt kontakt, úgymond már amikor beléptek a gyerekek a csarnokban, csak már az edzők és a gyerekek vettek részt.
Egy ilyen utánpótlás edző, egy kicsit pedagógus, kicsit pszichológus is a csapat körül. Mennyire viseli meg a srácokat így az elmúlt egy év történése? Gondolom beszélgetsz azért velük, ők ezt hogy élik meg belülről? Én úgy gondolom, hogy nem vett nagyon nagy dolgot ez ki rájuk. Nagyon szerettek járni edzésre is, mivel itt adottak voltak ezek a lehetőségek, ezért nagy örömmel jártak edzésre, és úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben egy kikapcsolódást jelentett. Tehát a lelküknek jót tett mindenki, hogy kimozdultak otthonról. Tehát az a rendszeresség, amit előtte is megvolt, ugye, itt gondolok az egyéni edzésektől délután 2-től 3-ig az iskolából elhozzuk a gyerekeket, foglalkozunk egy órába velük, és utána délután 4-től ugye menetrendszerűen mentek az edzések minden korosztályban. Az elmúlt években nagy örömmel számoltunk be mindig, hogy milyen szép eredményeket érnek el az utánpótlás csapatok bolyban. Amíg nem lett lehúzva a róló, hogy álltak a bajnokságban a csapatok? Hát ugye egy fejlődésen ment át, ugye akkor mondjuk úgy, hogy a nagy csapattól kezdve. Tehát lehet látni, hogy ott is próbáltak fiatalítani a vezetők, környező falvakból hoztunk vissza játékosokat. Nagyon fontos, hogy előrelépés van. Tehát ugye látszik ott is a felnőtt csapatnál is, hogy ez a fiatalitás meghozta a gyümölcsét. Helyi játékosok kerültek a csapatba. Egy nagyon jó közösséget alkotnak most, és ez eredményekbe is, pontokba is észlelhető, ugye, itt a tabella 5. helyén, ugye ez most nem egy végleges dolog, ugye, mert vannak elmaradt meccsek, de mi ebbe is nagyon jó állunk, úgyhogy az a közösség, ami most kialakult a felnőtt csapatnál, az szerintem példaértékű a megyei egyes csapatok között. Tehát egy ilyen holtpontról való elmozdulás. Ezt mindenképp történt. Lehet mondani, igen. Az utánpótlás U17, illetve az U19-es csapatok az első háromba szerepelnek. A Bozsik programba résztvevő csapatok, illetve a fesztiválokon pedig azt mondom, hogy egy hétvége alatt ugye játszanak egy 4-5 mérkőzést, egy vereség, a többi azért győzelemnek mondható. Hát én emlékszem a jó nyári táborokra, 3-4 is van belőlük. Igen. Egy-egy hetes bontásban, hogy milyen jó hangulata van ezeknek, és bolyba szeretik a gyerekek a futballt. Akik esetleg nem szerették, hanem elkezdtek edzésre állni, akkor megszerették időközben. Ez egy nagyon klassz kis sportág. Természetesen ugye ez egy nagyon nagy előnye, hogy 3-4 hetet akár tudunk nyáron is foglalkozni a gyerekekkel. Azt említettem már, ugye ez a szülőknek is egy nagyon jó dolog, ugye levesszük a terhet róluk, amit évközben esetleg ők segítenek ugye az egyesületnek, egy kicsit próbáljuk ezt viszonozni. 3-4 hétig azért úgy foglalkozunk a gyerekekkel, hogy azért ezek játékos dolgok, nagyrészt játékról van szó, de napi rendszerességgel délelőtt van edzés, illetve délután is foglalkozunk a gyerekekkel. Neked nagyon szimpatikus ez a Bozsik kezdeményezés, emlékszem, még az én fiaim is jártak rá, és hát amikor volt a Bozsik, akkor mindenki kapott ajándékot, legalább egy csokit, hogyha még vesztes csapatban volt akkor is. Ez a labdarúgás megszerettetése egy központilag irányítva az MLS részéről, ez is egy csodás dolog. Igen, ugye ezt minden hazai csapatnak kell biztosítani, aki rendez épp a tornát. Természetesen egy vizet, illetve egy csokoládét minden egyes játékos kap, és akkor vannak még azok a játékosok, akik épp az adott hétvégén jobban teljesítettek, őket még oklevélben részesítjük. Nyilasi Tibor aláírásával például többek között. Hát van több, igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek élményekkel menjenek haza. Ez egy nagyon fontos, hogy hétről hétre megkapják azokat a kis plusz impulzusokat, amivel még jobban meg tudjuk szerettetni a futballt velük. Azt hiszem, hogy egy klub marketingnél nincs fontosabb, hogy egy klubot szeressenek az ott sportoló gyerekek, és hát az edzők is jó szívvel menjenek le az edzésekre, mérkőzésekre. Bolyban adott ez a bázis, kialakult egy ilyen jó kis brand, hogy a Bolyi SC-be jó sportolni, jó edzősködni? Igen, én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon szeret ide járni. Most Bolyba itt gondolok a gyerekre. Gyerekektől kezdve szülők nagyon jól érzik magukat, ugye főleg amikor kint lehetett ugye még edzeni, és a szülők is bejöhettek, ott voltak 6-an, 8-an, 10-en, ugye végignézték az edzéseket, ebből is látszik, hogy egy kicsit úgymond családiassabb lett Bolyba a futball, és ami nagyon fontos, hogy ez érződik szerintem a felnőtt csapat jó szereplésén is, mert egyre többen járnak ki megnézni a felnőtt csapat mérkőzéseit, nagyon sok utánpótláskorú játékos is kiment,
megy, és amit talán itt a kezdeményezés volt, ugye, hogy egységes pólót is lehetett vásárolni, illetve egységes szájmaszkot is ebbe az időszakba, nagyon nagy igény volt erre is. Hát tavaly elmaradt az Eurocamp, és hát nem tudjuk, hogy idén mi lesz ezzel. Nagyon hiányzik ez is, mert ez is egy ilyen ösztönző volt egy bizonyos korosztálynak. Igen, az U13-os korosztálynak ez mindig egy bónusz volt, ugye el lehetett jutni külföldre, nagyon jó kis kapcsolatok alakultak ki barátságok gyerekeknél. Hát én úgy gondolom, hogy az idei évben is ez még el fog maradni, reméljük, hogy a jövő évtől kezdve újra visszatér, és reméljük, hogy ugyanúgy fog folytatódni ez az Eurocamp-os hagyomány, ami eddig is volt. Úgy mond, felszáll a füst, újra visszatér minden rendes kerékvágásába, a szülők is elkezdhetnek újra edzésre járni, sőt mérkőzésekre, és akkor mindenki boldog lesz, ugye? Pláne, ha győz a boly. Hát igen, ez egy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek is sokkal jobb játszani, amikor rúg egy szép gólt, kinéz is látja, hogy ott van anyuka, apuka, ez mindig egy plusz jelent a gyerekeknek, ugye szülő is nagyon büszke, én úgy gondolom, hogy most ez a futszál bajnokságban is észlelhető, hogy mindenki kérdez, de egy kicsit hadd jöjjünk be, egy kicsit hadd nézzük meg a mérkőzést, de sajnos nemet kell mondanunk, és nem lehet bejönni a csarnokba. Bizakodjunk, minél előbb ez tényleg akkor bekövetkezik. Jó munkát kívánunk nektek, további sikereket, és hát még egyszer gratulálunk ezzel a futszál megyei bajnoki címre. Nagyon szépen köszönjük. Az alkalmanként 10 fok fölé kúszó hőmérő higanyszála a motorok nyergébe csalogatja az aszfalton gurulók szerelmeseit. Kijelenthetjük, hogy a klímaváltozás hosszabb motoros szezont hozott hazánkba is, aminek csak is örülhetnek a motorok tulajdonosai. Az enyhe tél és a szigetszerűen ránk törő 3-4 napos melegfrontok lehetőséget adnak a motorosok számára, hogy ideig óráig előhozzák a vasat a rejtekükből. 10 fok körül jó beöltözve fel lehet már ülni a nyerekbe, és jókat lehet gurulni az aszfalton. Mindenről a Pécsi Motoros Egyesület elnökének is határozott véleménye van. Hát igen, most úgy néz ki, mintha nem is lett volna megállás. Tehát én is mentem decemberben és januárban is egy kicsit lehetett motorozni, most is jelenleg körülbelül 16 fok van, úgyhogy nagyon sokan útra kelnek. Mi az alsó fok, amit ha érez a motoros, akkor azt mondja, hogy fölpattanok a bakra? Hát ez változó, tehát mindenkinél más szerintem. Az, aki elmegy inkább hosszabb túrára, szerintem nekik ez a 10-15 fok, ami már tartósan jó lehet, de nyilván akkor mondjuk egy ilyen 10-11 órától, egy ilyen 3-4 óráig télen, utána egyrészt már sötét van és nagyon hamar hűl a hőmérséklet, úgyhogy ezek közül lehet. Lehet azért fázni a motoron, ugye? Lehet, igen, igen. Jó be kell öltözni, aláöltöző, meg normális felszerelés. Sebességfüggő is? Tehát, hogyha valaki oda csapat neki keményen, akkor azért már nagyon hűvös van. Hát igen, ugye a menet cél, ami hideg, azért az embert szépen telibe veri, úgyhogy azt lehet érezni. Most ugye a Mikulás gurulásunk, ami december eleje körül szokott lenni, ott is volt, hogy ködbe, hóesésbe mentünk, vagy éppen egy picit szitálós esőbe, és volt pár fok, és nyilván itt voltunk a városon belül, nagyon sokan eljöttek, úgyhogy azért mondom, hogy változó az, hogyha valaki így a városon belül megy, akkor és nincsen mondjuk más eszköze, amivel ugye tud közlekedni, akkor lehet, hogy fölül a motorra 5 fokba is, de az, aki inkább elmegy túrázni hosszabb távon, annak az a 10-15 fok. Tavaly év mennyire tett be a rendezvény szervezésnek, gyakorlatilag elmaradtak-e a hagyományos rendezvényeitek? Igen, sajnos. Tehát a maga a szezonnyitó gurulást hiába toltuk, nem tudtuk megtartani. A szezonzáró gurulásnál már szerencsénk volt, ugyanúgy a húsvéti gurulást nem tudtuk megtartani. Úgyhogy, hát sajnos. Idén bizakodóbbak vagytok? Hát igen, bizakodóan várjuk azt, hogy legyen mielőbbi döntés ezzel kapcsolatban, és lehessen esetleg magának az eseménynek nekiállni szervezni. Egy biztos, hogyha egy szigetszerűen egymás után jönnek ezek a 15-16 fokos hétvégék, akkor előkörülnek a motorok. Mik az első teendők? Mit tesz egy motoros karbantartás szempontjából? Hogy ildomos fölülni a motorra? Lehet mondani azt, ugye, hogy minden év elején azért a motort át kell nézni, független attól, hogy ki hogyan teszi le, van, aki már friss olajjal teszi le, van, aki csak évelején cseréli le az olajat, viszont ahogy az előbb is mondtam, most nem nagyon volt megállás, tehát nem volt az a nagy tél, hogy most akkor hónapokig nem ültünk volna a motoron. Tegnap előtt már jó idő volt, hétvégére, holnapra még jobb időt mondanak,
Úgyhogy szerintem elég sokan nekiállnak motorozni újból, és ezen a hétvégén mennek egy túrát. Nyilván célszerű ugye átnézni előtte a fékberendezést, ugye a lámpákat, és akkor egy szépen elindulni lassan. Van, aki nem motorozott már egy ideje, most újból fölül. Hát az izmoknak is át kell állni, ugye? Igen, igen, egy picit át kell állni, így van. Mert hát minden év elején javasoljuk a tréninget. Ez mit jelent pontosan? Vannak olyan tréningek, amik ugye úgymond egy visszaszoktatás is, másrészt pedig maga a motor és a saját kardinális dolgainkat lehet ezzel erősíteni, illetve magát a kanyarodás technikát tudjuk elsajátítani. Akár a YouTube-on is lehet találni ilyen videókat, vagy barátok, egyesületen belüli szakemberek tudnak-e segíteni a motorosok? Lehet a YouTube-on is találni ilyet, igen, viszont hát javasoljuk, hogy ezt mindenki élje át, és ugye úgy fogja megtanulni azt, hogy hogyan kell fékezni egy kanyarban, vagy egy kanyar előtt természetesen, milyen motorja van, tehát ugye ez sem mindegy, hogy éppen a kanyarba úgy megy be, hogy elengedi a gázt, és mondjuk egy V2-nél azért az nagyot tud rántani, vagy egy sor 4-nél pedig előtte, hogy hogyan kell fékezni. Tehát ezek mind motor típustól függ. Akár egy tréningpályát is érdemes ilyenkor felkeresni? Igen, igen, igen. Tehát azért mondom, hogy javasoljuk ezt a tréninget minden év elején. Vannak olyan cégek, partnerek, autós iskolák, akik év elején tartanak ilyen tréningeket. Van kezdőtréning, van haladó tréning, úgyhogy célszerű felkeresni. Legalább egy kis átmozgatás, nem egy nagy összeg, körülbelül 10.000 forintról beszélünk, egy félnapos történet, de tényleg javasolt. Tehát átmozgatja az embert, újból visszaszokik a nyerekbe. Ha itt körbenézünk Baranyába, akár így Pécset is nézhetjük meg, a környező kisvárosokat, nagyobbvárosokat, településeket, sok motoros van? Igen, igen, nagyon sok. Egyre több? Szerintem igen, egyre több. Legalábbis mi azt veszük észre a rendezvényeinket, tehát most már nem tudunk úgy csinálni túrát, és nyilván ez is a célunk, hogy azért nem csak a déli régióból, hanem ugye az országos szinten kövessenek minket, de egy-egy túrát, amikor elmegyünk mondjuk egy Szegedre, akkor tavaly tudtunk pár túrát szervezni, nem volt olyan túránk, hogy 60 darab motor ne lett volna rajta. Milyen típusú motorok futnak az utakon, mi a jellemzők? Szerintem minden. Tehát van sportmotor, robogó, túramotor, enduro, chopper, tehát nagyon sokféle fajta megtalálható, úgy, mint az eseményeinket és rendezvényeinket, tehát nem teszünk igazából különbséget, hogy most hiába megyünk egy túrára, most egy chopperes nem jöhet, miért ne jöhetne, persze jöhet, és várjuk is sok szeretettel. Milyen a közösségi élet, egy kicsit avasd be az egyesület mindennapjaiba, miért jó egy ilyen csapatnak tagjával lenni? Hát mi, amikor ezt elkezdtük 2015-ben, mindenki dolgozik, tehát nem ez a főállásunk, meg ugye nyilván ezt azért csináljuk, mert szeretjük, tehát nekünk ebből semmilyen hasznunk nincsen. Most keresünk egyébként segítő tagokat, tehát egyre több eseményünk van, egyre több rendezvényünk van, és egyre többre is kérnek minket fel, amit már nem tudunk úgymond 10 alapító tagként ezt működtetni és csinálni, úgyhogy ezért keresünk segítő tagokat, akik úgymond az eseményeinken részt tudnak venni, segíteni tudnak nekünk akár egy-egy túránál, akár egy-egy nyitó vagy zárógurulásnál. Ha minden jól alakul, és itt húsvét után felszáll a füst, és gyakorlatilag újraindul az élet, akkor milyen rendezvényeket terveztek? Hát mindenképpen a szezonnyitót szeretnénk most már megtartani, utána ugye hát a húsvét az mondjuk most április elején lesz, úgyhogy meglátjuk, hogy az mennyire fog minket úgymond a korlátozás bezavarni, ha nem, akkor nyilván azt is szeretnénk megtartani, és akkor a szezonnyitó gurulás, illetve hát több túrát szeretnénk szervezni ugyanúgy idén is. A karantén miatt mindenki ki akar már egy kicsit szabadulni, ez azt is jelenti, hogy szinte el fogják özönleni az utakat a motorok. Hát igen, 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 úgyhogy erre nagyjából készülünk is, amikor úgymond zöld utat adnak a külföldi túrákra, akkor azért az autósoknak hirtelen kell megszokniuk úgymond azt a sok-sok motort, amit most egyrészt a téli időjárás miatt is, másrészt ugye mivel külföldre nem is nagyon lehet menni, ezért ezektől elszoktak. Javarészt hazai túrákra lehet majd számítani? Mi az egyesületi szinten igen, hazai túrákat szervezünk, akár egy, akár kétnaposat, de leginkább egynaposakat. Ezek családi jellegű túrák? Tehát jellemzőképp, hogy akár ott a nyerekben van más is a motoron? Persze, természetesen, tehát ugye mindenhonnan csatlakoznak hozzánk. Volt, amikor Szegedre mentünk, és azt mondták, hogy na, ők Bajáról akkor lecsatlakoznak hozzánk, eljönnek velünk Szegedre, majd hazafele ugyanúgy Bajánál, akár vagy Szekszárnál leszállnak ugye úgymond a Bolyról. Van olyan, aki apa is hozza a gyerekét, úgyhogy igazából egy családias hangulat az egész. Mekkora létszámok szoktak összejönni? Hát egy-egy túrán a motor létszám az körülbelül egy ilyen 50-60 darab, nagyjából 80-100 fő. Hogy telik a nap, gyakorlatilag egész nap a nyerekben vagytok, vagy azért van más program? Nem, azért nem vagyunk egész nap a nyerekben. Próbálunk egy kicsit lazulni is, egy közös ebéddel, egy közös beszélgetéssel, egy közös sétával. Töltjük el a napot.
téma, gondolom, a motor. Természetesen, igen. Mit lehet annyit beszélni a motorról? Fú, hát mindenkinek a motorja más. Más az ízlés, más az igény. Egy ilyen kis átalakítás, egy olyan kis átalakítás, egy ilyen kis túraplexi mondjuk, hogy mennyivel másabb, mennyivel magasabb, hova hordja a szelet, a testünkre, a fejünkre, ugye a bukósisakra, tehát ezeket át lehet beszélgetni. Ugye a mérethez, ugye én például majdnem a 2 méteremmel nekem azért magasabb plexi dukál, és akkor, hogyha megtalálom azt a barátomat, aki szintén ilyen magas, ön miért plexit használ, tehát ezekről el lehet beszélgetni. Te éppen egy speciális átmeneti helyzetben vagy, hiszen eladtad a régi motorodat, és már kinézted az újat? Nézegetem, folyamatban van, igen. A régit azt eladtam, úgymond régi, hát én nagyon szeretem, 11 évet volt meg, úgyhogy hát most már ideje volt váltani. Min vacilálsz? Mi jöhet szóba? Egy nagyobb túramotort szeretnék vásárolni, úgyhogy most igazából ezeket keresem a piacon. Van ilyen most jelen pillanatban, amire úgy kacsintottál meg? Van, valamit meg is néztem, egyelőre még nem találtam meg azt, ami nekem való. Jó árban vannak ezek a motorok? Azért kell rájuk spórolni? Lehet, igen, tehát kell is spórolni, főleg most, hogy az euró árfolyam ugye elszaladt, így a motorok is egy kicsit drágábbak lettek, meg hát nem is sok az ár miatt, tehát technikailag, felszerelésileg azt a motort kell megtalálni, ami olyan, és az árat kérik el érte. Általában, amikor az ember eldönt egy ilyen motorvásárlást, milyen feltételeknek kell a motornak megfelelnie, nálad mik a legfontosabb szempontok? Hát mindenképpen legyen egyben a motor, tehát hogy állapot szerint nem is mondom, hogy újszerű, de nyilván használt motorokról beszélünk, de azért ne az legyen, hogy mondjuk törve volt, az egyik idoma az ilyen színű, a másik idoma az gyári színű, tehát azért ezek az esztétikai dolgok, illetve hát természetesen motorilag meg kell. Dögös legyen, ugye? Mindenképpen. Egyébként, hogyha nincs karantén, akkor egy motoros mennyi időt tölt a motor nyergébe átlagosan? Gyakorlatilag ez egy szerelem, tehát gondolom azért rá van fordítva az időjócska. Persze, szerelem. Van olyan barátom, akinek csak ez az eszköze, amivel utazni tud, tehát igazából reggel fel kell ezzel megye dolgozni, ezzel jön haza, ezzel megye bevásárolni. Ezzel is fekszik, igen. Illetve vannak olyan barátaim, akik leginkább túrára használják a motorokat, tehát ha hétköznap nem is, viszont hétvégén ráülnek, mondjuk elmennek egy 500-800 kilométert. Mondhatjuk, hogy lélegzet visszafolytva várjátok a nyitást? Mindenképp, igen. Most már kellene menni a két keréken. Tóth András elnök úr által elmondottakból is kiderült, hogy idén előbb érkezhet el a motoros szezon Baranyába. Egy biztos, egy-egy napra, amikor az időjárás kegyesebb hozzájuk, bizony csapatnak egy nagyot a mocikkal. Persze egymásra vigyázva, óvatosan, a kressz szabályait betartva. Balesetmentes gurulást kívánunk valamennyi motorosnak! Kedves nézőink, ezzel közéleti magazinunk végéhez értünk. Műsorunkat visszanézhetik weboldalunkon, ahol további információkat is olvashatnak.